Meri Éreps 2012. Tizenegy év. Csak tizenegy. Semmi több. Már nem lehet 20, csak 11. Nem értem még most sem, mire jó a gyilkosság, hogy több száz magyar vérét ilyen könnyen elmossák. Így történt ez most is az ország határon. Kisfiúért gyújtunk gyertyát az egész világon. Mit vétett ő, hogy meg kellett halnia? Nem volt magányos, sosem volt koromba. Aki ezt nem értette, annak ez bár nem elég. Hozzuk vissza Bencért a halál büntetért. Hozzuk vissza Bencért a halál büntetért. Hát Sörös Mária kezdje, bár nem tudom, hogy egy ilyen esetben van a jelentőség annak, hogy ki a férfi, ki a nő. Szerintem nincs különösebben. Hát... Ne udvariasságban mégis. Köszönöm. Hát nekem 4 gyermekem van, és amikor ezt a hírt meghallottam, én azon döbbentem meg legjobban, hogy ebben a történetben van egy nő, aki itt a felbújtó. Tehát egyszerűen egy nőből, amikor anya lesz, amikor megszül egy gyermeket, tehát onnantól kezdve a felelősséget egészen máshogy látja. Volt tehát én saját gyereke is. Igen, tehát ebben ez a számomra a tragikus, ezt tehát egy normális nő ilyet nem tudom, hogy csinálhat. És az fogalmazódott meg bennem, tehát ahogy a társam lereagálta ezt a történést, ez egy tipikusan olyan eset, amikor igenis meg kellene kérdezni az embereket, hogy mit akarnak. Tehát az a bizonyos népszavazási kezdeményezési lehetőség egy ilyen esetnél szerintem teljesen jogos. Most hogyha a társam attól megnyugszik, hát a klipen ezt hallottuk, ugye a klip erről szólt, hogy hozzuk vissza a halálbüntetést. Tehát mindenkinek van erről egy elképzelése, hogy a bűnért milyen büntetés jár. Én megkérdezném a társadalmat egy ilyen esetben. Hak Péter jogászként. Én azt gondolom, hogy a társadalom véleményét lehet ismerni. Minden felmérés azt mutatja, hogy elsöprő többségben vannak azok, akik a halálbüntetés hívei. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez Magyarországon csak az Európai Unióból való kilépéssel együtt történhet meg. Jelen pillanatban az Európai Unióban az unióhoz tartozás kizárja a halálbüntetés elfogadását. Én személy szerint ezzel nem értek egyet, de ez egy tény, hogy a jogszabályok ezt írják elő Európában. A történelem azt bizonyította, hogy a halálbüntetést a politikai hatalmak mindig a politikai ellenfelek legyilkolására használtak. Az utóbbi 100 évben több embert végeztek ki politikai jogból, mint köztörvényes cselekmény miatt. Ezért van Európában egy nagyobb, a politikai döntéshozókban egy nagyobb félelem a halálbüntetéstől, mint Amerikában, ahol erre soha nem használták. Na, ilyenkor szokták felhozni azt az érvet, hogy bezzeg Amerika jó néhány államában még mindig van, sőt, van olyan, ahol visszaállították. Így van, tehát... Na most erre mi a válasz? Szerintem bármikor az Európai Unió is eldöntheti, hogy vissza akarja állítani, de önmagában Magyarország, anélkül, hogy kilépne az Európai Unióból, ezt nem tudja megtenni. Az is azért hozzátartozik, valóban nem lehet szavakat találni erre a cselekményre, és egészen döbbenetes, de azért azt is látni kell, hogy Magyarországon 2010-ben volt 100 éves összehasonlításban legalacsonyabb az emberülések száma, tehát 100 éve nem volt olyan kevés emberülés, mint 2010-ben. 90-es évek elején évente 300 fölött történt. Tudom, hogy egy is sok. Tehát van arra valami magyarázat? Bocsánat, csak most az egyetemi oktatót kérdezem, hogy 120 körül szokott alakulni, ugye? 134 volt. Igen, van arra valamiféle magyarázat, hogy ez az hogy mitől csökken? Igen, mert van gazdasági válság, vannak szociális problémák, munkanélküliség, nem tudom én szexuális forradalom, és ehhez képest bármi történik a világban, stabilan. 100 akárhány gyilkosság történik. Nem stabilan, mert ez egy folyamatos csökkenés. A 90-es évek elején 300 fölött volt, és a 90-es évek előtt 250 körül volt folyamatosan, utána a rendszerváltás után megemelkedett lényegesen, és 2000 után csökkent,
2004-től 2010-ig folyamatosan kevesebb, mint felére csökkent a 90-es évek átlagának. Nyilván mindenki az ízlése szerint magyarázza. Vannak, akik a tényleges életfogytiglan bevezetésével magyarázzák, hogy visszaesett, vannak, akik azzal, hogy a rendőrség sokkal hatékonyabban derít fel emberülési ügyeket. Ebben az ügyben is szerintem a nagyon-nagyon rossz hírek mellett egy pozitív fejlemény, hogy a rendőrség nagyon gyorsan megtalálta a feltételezett elkövetőket, és jó lenne, hogyha rövid időn belül a bíróság is meghozná a döntést, ami valószínűleg tényleges életfogytiglan lesz, hiszen a jelenlegi törvények szerint ez háromszorosan minősül, különös kegyetlenség, aljas indok plusz gyermek sérelmére. Ilyen esetekben a bíróságok általában minimum életfogytiglan, de inkább tényleges életfogytiglan szabnak. Zoli? Én tulajdonképpen, hogy mondjam, szívesen hallgatom tényleg sokat, mert ez a hűvös jogászi értékelést, amelyik részben jogfilozófia, jogszociológia, jogelméleti szempontból vizsgálja ezt a kérdést. Persze természetesen ilyenkor az ember mindig a hatása alatt van történetnek, de mindig az az érzésem, hogy amikor a társadalomban így felbuzog ez a halálbüntetés, akkor a társadalom a tehetetlenségét fejezi ki, és bosszút akar állni, gyorsan, valahogy ezzel akarja szőnyeg alá söpörni azt a tényt, hogy senki nem tudta, hogy ez a gyerek hogy él, hogy milyen körülmények közé kerül. Sok minden szépet hallunk, hogy milyen kellemes családi körülmények között. Ez a dolog mégis eljutott valahogy ideig, és ha belegondolunk, hogy ma hány gyerek van olyan helyzetben, hogy legalább ennyire veszélyeztetett. Talán soha életében nem kerül ilyen tragikus helyzetbe, csak az élete siklik ki azért, mert olyan családba él, olyan környezetbe él. Ha a társadalom egy kicsit jobb tudna lenni, azon kívül, hogy bosszút kiállt, és körül tudna nézni a maga környezetébe, akár a saját gyermekét, akár a szomszéd gyerekét, arra a környezetében lévő gyermeket megnézni, és kicsit többet tudna azért tenni, hogy ne legyen annyi szerencsétlen gyerek, akkor lényegesen közelebb lennék, mint hogy ezt a három embert most felkötik. Ugyanezt gondolom, tehát ez sokkal hasznosabb lenne, hogyha azt néznénk meg, hogy hogyan jutunk el egy ilyen esethez. Egyébként, hogyha lenne halálbüntetés, akkor azt gondolom, hogy amellett kampányolnának nagyon sokan, hogy tiltsák be. Amerikában van, és ott pedig nagyon sokszor vannak olyan esetek, hogy egyáltalán nem biztosak, hogy a megfelelő embert végezték ki, hogy ez tényleg bűnös volt, és ott meg nagyon sokan amellett kampányolnak, hogy ne legyen. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz kérdés. Bocsánat, mindjárt megadom ezt, hogy csak azt akarom mondani, hogy én nagyon-nagyon szemléjesen érvelek mindig, ha szóba kerül a tényleges életfogytiglan ellen. Mert én úgy gondolom, csak egy mondatban indokolom a dolgot. Ez szerintem az emberi méltósággal összeegyeztethetetlen, hogy egy kalickába zárjanak embert, és élete utolsó pillanatáig abban a kalickában kell, hogy legyen, és én ezt elfogadhatónak tartom. Viszont Hak Péter most azt mondta, hogy ennek a két férfinak és ennek a nőnek az esetében nagy valószínűséggel, ismerve a jogszabályokat és a minősítő körülményeket, amit felsoroltál, valószínűleg tényleges életfogytiglan lesz. És akkor most egy pillanatra magamba kell, hogy szálljak, és ettől a pillanatok ez már nem ők annyira lelkes ellenzője a tényleges életfogytiglannak. Csak ennyit az érzelmekről. Igen, bennem még azt fogalmazódott meg, hogy a lakosságnak az igazságszolgáltatásba vetett hitével is baj van mostanában, szerintem mindannyian alátámasztjuk ezt. Tehát nem mindig van arányban az elkövetett bűn a kiszabott büntetéssel. Tehát azok a börtönviszonyok, amik most vannak, az sokakat hergel. Tehát tényleg, ha elrettentő lenne az a hely, ahová bekerül egy bűnös, akkor talán nem venni olyan könnyen, hogyha oda visszakerül. Egy másik megvilágítás pedig, tehát most itt ugye a rendőrök nagyon gyorsan megtalálták a bűnösöket. Én mindig csodálkoztam azon, hogy milyen hosszan elhúzódik egy nyomozás. Tehát most már ugye van a hazugságvizsgálógép, nem tudom milyen fejlettségi szinten van. Tehát az ügyek húzódnak, és szerintem ezt érzi a társadalom, hogyha valaki elkövet egy bűnt, nem is biztos, hogy megfelelő büntetést kap, ha jó ügyvédet meg tud fizetni, akkor lehet, hogy megúszza a problémát. Amikor Seres Mária említette, hogy a börtönviszonyok talán túlságosan kedvezőek, szigorúbbnak kellene lennie, akkor Hak Péter elhúzta a száját, mondhatnám velem együtt. Igen, ezek nyilván vegyes a kép, vannak modern börtönök, amelyek elég civilizáltak, de ma Magyarország a börtönök többségében nagyon rosszak a körülmények. Tehát 140%-os, 160%-os
töltöttséggel vannak börtönök, tehát olyan helyen, amit egy embernek alakítottak, hárman vagy négyen vannak sok helyen, 20 fős zárkákban 30-an, 35-en vannak. Úgyhogy még a modern börtönökben is, itt a közelben van a Venyige utca, hetente egyszer lehet tisztálkodni, fürdeni praktikusan a előzetesben lévőknek. Tehát én azt gondolom, hogy természetesen minden cselekmény után van, ahogy ez elhangzott az előző ügyben is, egy jogos felháborodás és egy vágy, hogy méltó büntetést kapjanak az elkövetők. És azt gondolom, hogy azzal is kellene foglalkozni, hogy mikor kiszabadulnak, mi történik. Mert ebben az ügyben, ha igazak a tények, amit a sajtóból lehet látni, az egyik elkövető erőszakos bűncselekményből nemrégiben szabadul. Tehát, hogy a szabadulás után mit tud nekik nyújtani a társadalom, milyen lehetőséget a visszailleszkedésre. Más országokban azért ilyenkor pártfogó felügyelet, valamilyen megfigyelés alatt tartják az illetőket. Tehát azt kell mondanom, hogy szerintem a börtönöknek elég nagy visszatartó ereje van, azért olyan nagy tömegek nem állnak sorba, hogy bevonulhassanak a börtönbe, de biztos, hogy mindig elégedetlen az ember, mert minden bűncselekmény felrázza az embereket, és azt gondolja, hogy jó lenne, ha egy se lenne. Én azért vagyok elégedetlen, mert a társadalom azért kiált bosszút, mert nem tudja feldolgozni ezeket a történeteket. Hogy dolgozódnak föl ezek a történetek a bulvár sajtó szintjén? Vérforraló, ahogy a média rárepül ezekre, az emberekre, berántja őket harmadnap a gyermek halála után a televízióba, és ottan tocsog egy kicsit a könnyekbe és a vérbe, olyan lényegtelen, de inkább az érzelmekre és az indulatokra ható momentumokat hangsúlyoz ki és tupíroz fel. És persze természetesen ezek után a minőségi média, azt kell mondjam, néha a tudomány is, egyszerűen méltóságának alulnak érzi rárepülni ezeket, és megnézni valóban az okokat, és a társadalom elé tárni azt, hogy ezek az ügyek hogy vezethetnek ideáig. Én mindig a könnyebb oldalról próbáljuk megfogni a dolgot. Megfogni a tettes, jó nyakon vágni, az igazságérzetünk kielégült, és akkor az ügy el van intézve. Messze nem így.